azt gondolom örventünk az eddigi prédikációknak. A jelen igazságról beszéltünk, és arról beszéltünk, hogy a jelen igazságra van szüksége a gyülekezetnek. És a világnak is a jelen való igazságra van szüksége. És az egyedüli csoport, aki rendelkezik ezzel a jelen igazsággal, az a hetednapi adventisták. És Isten elvárja tőlünk, hogy megosszuk ezt a jelen igazságot. 1844 után a pionírjaink összegyűltek, és tanulmányozni kezdték Isten igéjét. Különböző témaköröket tanulmányoztak, amelyek egybefoglalják a jelen igazságot, de van egy különleges téma, amelyikre koncentráltak. És sajnos ma nem halljuk ezt az üzenetet a jelen való igazságról beszélő köreinkben. A démonok. Démonokról szól ez a tanulmány. Ma a démonokról fogunk beszélni, nem azért, hogy megijesszünk, vagy hogy új dolgokat mondjunk nektek, hanem azért, hogy felvilágosodjunk. Rendelkezünk a három angyal üzenetével. Az első angyal a reformra koncentrál. A második angyal az evangelizálásra. És a harmadik a krízisre és a fenevad bélyegére, amelyik eljövendő. Legtöbb adventista csak az első üzenetre koncentrál. Vagy a harmadikra, de a másodikra nem koncentrálnak. Most egy kérdés, mert ez egy jelen igazság tábor találkozó. Melyik ez a három angyal közül koncentrál a démonokra? Az első, a második vagy a harmadik? Valaki azt mondta, hogy a második, valaki más. Van, aki azt mondja, hogy az egész. Valaki más? A testvér azt mondja, hogy az első, mert az Isten tiszteleti formáról beszél. Mindezek vélemények, de nem szeretném, hogyha véleményeknél maradnánk, hanem szeretném, hogy biztosak legyetek abban, amit tudtok, amit ismertek. A testvérnő azt mondja, hogy mindenhol, ahol csodák lesznek téve, mert a démonok is csodákat fognak tenni, ezért a második és a harmadik üzenet. Menjünk a Bibliába. Jelenések 14. Jelenések 14:8. A căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei. És más angyal követi ezt mondván, leomlott Babilon, a nagyváros, mert az ő paráznaságának haragburából adott inni minden pogány népnek. Melyik angyalról van itt szó? Ez a második. Na, figyeljük meg, hogy a második angyal azt mondja, hogy Babilon leomlott. Why is falling? De ce repetă lucrul acesta de două ori?
miért ismétli meg ezt a dolgot. Szeretem, amit Uriah Smith mondott. Azt mondja, hogy az első Babilon, amelyik leesett, az Róma, és a második, azok az egyházak. Jelenések 18.2-ben azt mondja, és kiállt a teljes erejéből, nagy szóval mondván, leomlott nagy Babilon. És a 13. vers. Mert az ő paráznásának haragborából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ővele paráználkodtak, és a földnek kalmárai és ő dolgozásainak, dobzódásainak erejéből meggazdagodtak. Melyik az az üzenet, amelyik a démonokról beszél? A második. Mert a második angyal üzenetében találjuk meg a démonokat és a lelkeket. Úgyhogy amikor evangelizálunk, a démonokról is kell beszéljünk. Fel kell hívjuk az ő figyelmüket a démonokra is. De van, aki azt mondja, hogy prédikátor, te húzod az időt, és vannak fontosabb dolgok, amiről beszélhetné. A Korintus beliekhez írott második levél, második fejezet 11. versében azt írja, mert ő jogot ismerjük az ő szándékait, hogyha mi nem törődömök vagyunk, akkor Sátánnak van egy jó lehetősége nálunk, és amit mi nem tudunk, az meg tud minket sérteni. A nagy küzdelem 517. oldalán azt mondja White testvérnő, ameddig mi nem törődömök vagyunk a valahogy a lelkekkel, akkor nagyon nagy hatással, addig nagyon nagy hatással lehetnek ránk. Úgyhogy ameddig nem tudjuk, hogy dolgoznak a lelkek, addig mi elveszítjük a nagy küzdelmet. Úgyhogy amikor tanulmányozzuk az egészségügyi reformot, vagy a halálról tanulmányozunk, vagy bármilyen más témakört, a démonokat is kell tanulmányoznunk. Nagyon-nagyon fontos. Nagy küzdelemben így folytatja, hogy senki nincs annál nagyobb veszélyben, mint akik nem megtagadják az angyalok, a gonosz angyalok és a lelkeknek a munkáját. Nagy küzdelem 507. oldalán azt mondja, hogy azok között, akik keresztényeknek vallják magukat, még az evangélium hirdetői között is nagyon ritkán beszélnek Sátánról. Nagy
elkerülik a sátán munkájáról, munkájának a bizonyosságát, és az ő alattomos munkájára nem tekintenek, és sőt, még azt is mondják, hogy nem létezik. Szóval nem lehetünk nem törődömök a démonok témájában. Az a kérdés, hogy kik a démonok, és honnan jönnek ők. Jelenések 12, 7, 8 és 9 versében a Biblia elmondja, hogy ők honnan jönnek. És lőn az égben viaskodás, Mihály és az ő angyali viaskodnak vala a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodik, és az ő angyalai. És a 8. vers azt mondja, hogy de nem vehetének diadalmat, és ők, és az ők helyük sem találtaték többé a mennyben. És a 9. vers azt mondja, és vettetén, hogy a földre vettetének. A Júdás könyvében, az első fejezet 6. versben azt mondja, hogy az angyalok. És az angyaloknak is. A 6. vers, és az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincsekbe, sötétségbe tartotta. Szóval, barátaim, erre a két igeversre alapozva a démonok, elesett angyalok. Ennyi. A nagy küzdelemben, az 513. oldalon, Vaj testvérnő ezt mondja, a gonosz lelkek, vagy elesett angyalok, a kezdetben bűntelenül voltak teremtve, egyenlőek voltak természetben és erőben, de a bűn által elestek, és ellenünk és Isten ellen küzdenek. Kérdés. Amikor Sátán kivettetett a mennyből, mi ez a két dolog, amit magával hozott? Mi általában csak egy dologra figyelünk. De Sátán két dolgot hozott el, amikor ki lett dobva a mennyből. Jelenések 12.4-ben azt mondja a Biblia. És maga után vonszá az angyalok egy harmad részét az ő farkával. Mit jelképez a farok? Ézsaiás azt mondja, hogy az a vén, vagy az idős, az a fej, és a hamis proféta az a farok. Úgyhogy amikor a Biblia azt mondja, hogy az ő farkával, az nem azt jelenti, hogy a Sátánnak farka van, hanem azt jelenti, hogy Sátán hazugságot használ, és becsapást, és az angyalok egyharmadát magával vette. Jelenések 1.10. Az angyalok csillagokkal vannak összeállítva.
hasonlítva. Úgyhogy ennek a Biblia versnek alapján Sátán egy harmadát az angyaloknak magával vonzotta. De két része még mindig ott maradt, két harmada. Úgyhogy a mi oldalunkon mégis több angyal van, mint ahány démon van ellenünk. De mit jelképez egy harmad? Én nem tudom, hogy ez hány, mekkora szám. De a tanulmányaim alapján a démonok körülbelül 7-szer annyian vannak, mint mi. Úgyhogy minden emberi lénynek, aki a Földön él, Sátánnak 7 démonja van, amelyet használhat. Márk második fejezetének 7. versében Jézus meggyógyította azt az embert, aki megszállott volt. Ez az ember nem volt egy fontos ember. Nem volt nagy értéke. De nézzétek meg, hogy hány démon volt ebben az emberben. Jézus megkérdezte a démont, és azt kérdezte, hogy mi a te neved? És ő azt válaszolta, hogy az én nevem Légió, mert mi sokan vagyunk. A Légió szó a római hadsereg nyelvezetéből van véve, és egy légió 6 és 7 ezer katonát tartalmazott. Úgyhogy Sátánnak minimum 7 ezer embere van egy emberi. Azon gondolkozok, hogy vajon hány démon lehetett Hitlerben, vagy Stalinban, vagy Mussoliniben. Lehet, hogy több, mint egy légió. Azt szeretném mondani, hogy a démonok nagyon sokan vannak. Úgyhogy az első dolog, amit elvett Sátán a mennyből, az az angyalok egy harmada volt. A második dolog, amit elvett az égből, a mennyből, a Korintus beliekhez írott első levél 14. fejezetének 40. versében volt, ahol Pál apostol ezt mondja, minden ékesen és jó rendel, mindenek ékesen és jó rendel legyenek. És Sátán elvette a második dolgot is, és emiatt van neki a nagy hatása, mert elvette a rendezés hatalmát. Bátyásférnő azt mondja, hogy a rend a menny első törvénye. A menny egy rendezett hely. És csak rendezett emberek, fognak a mennybe kerülni. A bátyásférnő azt mondja ugyanabban a könyvben, a tanácsok a tanítóknak, hogy Sátán nagyon jól tudja, hogy ahol rend van, és harmonikus cselekedetek, csak ott lehet rend. Tudja, hogy minden, ami összeköttetik a mennyel, az nagy rendben van, és hogyha mi azt tervezzük, hogy a mennybe kerüljünk, és győztesek legyünk a nagy küzdelemben, akkor a rend leckét kell megtanuljuk, hogy pontos időben tegyünk, pontos időben pihenjünk, az egész életünket a rend kell jellemezze. Kérdés,
miért olyan fontos a rend Sátánnak és az ő angyalainak? Három jellemvonás van, amelyet csak az Istenség, amelyel csak az Istenség rendelkezik. Semmi ember nem rendelkezik ezzel. Semmi teremtett lény nem rendelkezhetik ezekkel a dolgokkal, csak az Istenség. Az első dolog, a mindent tudás. Csak Isten ismer mindent. Ő tud mindent. Te tudhatsz egy néhány dolgot, de nem mindent. Soha nem fogunk mindent tudni. És hogyha neki kezdünk tanulni, attól a naptól, amelyen megszülettünk, azután minden nap, naponta, hétszer, hetente, egész ameddig meghalsz, amikor meghalsz, lesz valami, amit nem tudtál. Csak az Istenség tud mindent. A másik dolog, az a minden hatóság. Közünk sokan gyengék vagyunk. Sokan elalszunk az imaházba, sokan hamar elfáradunk, mert nincs nekünk ez a minden hatóságunk. A harmadik dolog, az mindenhol jelen levőség. Mi nem tudunk minden. Mi nem tudunk itt is lenni, máshol is lenni, vagy akárhol. De Isten, az Isten szeme az egész világon ott van. Látja az egész földet. Mindent lát. Mindent hall. Isten tud mindent. Ő lát a sötétben is. Ő a sarok mögé is belát. Bezárt ajtók mögé is belát. Isten azt is látja, hogy te mit fogsz holnap cselekedni. De holnap még nem jött el. Na, Sátán, ő nem rendelkezik ezekkel a jelenvonásokkal. Sátán nem lehet Rómában, és ugyanabban az időben Romániában is, és Jamaikában is. Úgyhogy azért használ ő is rendet, hogy a nagy küzdelemben nagyon nagy hatása legyen. Sátán egy nagyon jó, Ellen White Sátánt egy nagyon jó vezérnek nevezi. Úgyhogy ha ő egy hadvezér, akkor neki megvan a bázisa. Hol van Sátánnak a bázisa? Hol van Sátánnak a királyi széke? A Vatikánban, Rómában. Szóval Sátán Rómából munkálkodik. És amit ő csinál, neki vannak magas tisztességet betöltő démonjai, vannak Kanadában démonjai, vannak az Egyesült Államokban, van neki magas Oroszországban is, Afrikában is, Dél-Amerikában is, és az egész világon vannak ilyen nagyhatalmú démonjai. De ők a parancsukat mind az ő királyuktól leszik. És ők megcselekszik ezeket. Az egyiknek a neve Antoine Levi, aki a Sátán egyházának a vezetője. Most Marilyn Manson a vezetője ennek az egyháznak.
de mielőtt Anton meghalt, sátánnak dolgozott. Írt egy nagyon érdekes cikket, és ott leírja, hogy sátán királysága hogyan működik. Azt mondja, hogy Lucifer a császár, Belzebub a princ, Astaroth a fővezér, aztán ott van hadvezér, és generálisok egymás után. Aztán ezredes, százados, és így tovább. Azt szeretném mondani, hogy ez mind rend. Ez rendet jelképez. Itt van a... Erre alapul a siker. És sátán azért sikeres, azért győz a mi életünkben, mert rend van nála. És az első dolog, amit a mi pionírjaink tettek, cselekedtek, amikor 1844 után, vagy testvérnő azt mondja, hogy Isten azt mondta neki, hogy rendet cselekedjenek. Mert a rendből jön a győzelem. Szóval, mik Szóval kik sátának a szolgái? Ott van Sebastian Michael, akinek egy különleges szolgálata volt. Ő démonokat űzött, és mindig, amikor egy démont kiűzött, megkérdezte tőle, hogy mi a te szolgálatod. És a démon elmondta neki. És ő egy listát írt a démonokról és az ő szolgálatukról. És arra gondolhattuk, hogy ez egy idegen dolog, de minden démon, amelyik az ő listáján volt, Ellen White beszélt az egészről, és meg fogom mutatni nektek. Sebastian azt mondja, hogy van egy démon, aki kegyelmetlen. Van egy, aki tisztességtelen. A másik pedig a gazdagság és a bőség. Egy másik démon a szereteté. A másik van a büszkeség démonja. Ő azzal foglalkozik, hogy büszkévé tegyen. Büszke a te ruházatodban, a te ismereteidért. És a büszkeség az az egyik a hét halálos bűn közül. Van egy Leviatán nevű démon. Ő a kísértő hittel foglalkozik.
ő azzal foglalkozik, hogy elvegye a hitet, abban, amiben addig hittél. Sokszor hallom adventistáktól, hogy én már nem hiszem azt. Én azt hiszem, hogy ez egy démonnak a munkája. Ott van Asmodeus démon, aki a luxus démona. Ott van Barbarit, aki az átok és a gyilkosság démonja. Akkor ott van Ashtaroth, aki a hiába valóság és a lustaság démonja. Verin az a türelmetlenségé, vagy Grézin a tisztátalanságé, vagy Sonnilon a gyűlölet démonja. Ott van Belial, az Olivier a nyerseség és a vagy Juvart a megszállottság démonja. Lehet, hogy azt mondod, hogy Knott lelkész, ez nem igaz. Ki volt ez az ember? Én azt hiszem, hogy te hazudsz. De engedjétek meg, hogy olyantól olvassak, aki nem hazudik. A profétaság lelkéből olvassuk. Kérlek, írjátok le ezt az oldalszámot. Ezt mondja White testvérnő. A világi dolgokkal való foglalkozás által Sátán részére ajtó nyittatik, hogy bármikor bejön, amikor akar, az ő gonosz tanításával, türelmetlenséggel, szeretettel, önszeretettel, büszkeséggel, és mindenféle gonoszsággal. És az ő gonosz démonjainak katalógusával. Mi a katalógus? Tudjátok, hogy üzletek, meg bizniszek, meg van ilyen katalógusa. És ide minden fel van jegyezve, ami található ebben az üzletben. Ebben a katalógusban minden ott van A-tól Z-ig. És itt minden ABC sorrendben van. És White testvérnő azt mondja, Sátánnak van egy ilyen katalógusa a gonosz lelkekről. Most nyissuk ki ezt a katalógust az S betűhöz. Menjünk a katalógushoz. Conflict and Courage 285. Azt mondja, hogy ha Judás kinyitotta volna az ő szívét Jézusnak, akkor a szent kegyelem az ő szívéből az önzés démonját hűzte volna ki. Szóval van egy démon, aki az önzést táplálja bennünk. Nézzük még meg az S betűt. A Boldog Otthon 106. oldala. Hogyha Isten törvénye meg van hallgatva, akkor a veszekedés démonja távol lesz tartva a családból. Van egy démon,
és az ő munkája az, hogy veszekedést és zűrzavart a családban hozzon. A munkahelyre, a táborokba, és menjünk vissza újra a katalógusba. Hagyjuk az S betűt, és menjünk az I betűhöz. Azt mondja a Mértékletesség című könyvbe. Azt mondja, hogy van egy mértékletesség démonja. Látjátok, ugyanazt látjuk, ugyanahoz a listához fordulunk vissza, amelyet az a pap adott. Azt hiszem, hogy a Nagy Küzdelem 401. oldalán van. Hagyjuk az egy I betűt. Menjünk a G betűhöz a katalógusba. A Nevelés című könyv 92. oldalán azt mondja, hogy Júdásban a pénz, a gazdagság vágy utáni való démon volt. Szóval van egy démon, amelyik ezt hozza, a gazdagság utáni vágyat. Nézzük meg a Pátriárkák és Proféták című könyv 649. oldalán, amikor Dávid és Saul visszafordulnak a küzdelemből, és az emberek énekelnek. Saul megölte az ő ezrét, de Dávid az ő tízezrét. Vaj testvérnő azt mondja, hogy az önzés démonja ment a király szívébe. Van egy önzés démonja, és azt akarja, hogy mi önzőek legyünk. Megkérdezted, hogy miért voltál ma reggel önző? Mert egy démon munkálkodik. A Bizonyságtételek 9. kötetében, 11. oldalon azt írja, hogy amikor gyilkosságokat látunk a világban, az azért van, mert démonok, emberek, akik démonok vezérlése alatt vannak, elveszik férfiak, nők és gyerekek életét. Nagyorvosláb nyomán című könyvben azt mondja, hogy naponta nőnek a gyilkosságok. És ki tudja megkérdőjelezni azt, hogy sátáni lelkek dolgoznak. Most az a kérdés, hogy a démonok hogy mennek be az emberekbe. Az én tanulmányaimban, a Bibliában és a profétaság lelkében négy útat találhatunk, amelyeken keresztül egy emberbe bemehetnek a démonok. Kérlek, írjátok le. Az első. A születés kanálisán mehetnek be démonok az emberbe. De engedjétek meg, hogy a King James fordítás szerint olvassak nektek. Mózes 4. könyvének 14. verséből a 18. vers
az Úr késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, megbocsájt hamisságot és vétket. De a bűnöst nem hagyja büntetlenül. Azt mondja, hogy megbünteti az atyák álnokságait a fiakban. Și pedepsește fără de legea părinților în copii până la al treilea și al patrulea. És megbünteti az atyák álnokságait a fiakban harmad és negyed íziglen. Szóval a gonoszságokat, az atyák gonoszságai átmehetnek a gyermekekbe. Kedves barátaim, hogyha az apa alkoholista, vagy ha az anya alkoholista, a 10-ből 9 lehetőség, hogy a gyermek is alkoholista lesz. És a nagy orvos lábnyomán bájtestvérnő azt mondja, hogy az alkoholizmus az démon megszállottság. A Sámuel 15. fejezetének első 3 versében Sátán Isten Saulnak ad egy parancsot, egy szent parancsot, és sokszor megkérdőjelezem, hogy Isten miért csinál ilyen dolgot. Tudjátok, vannak olyan gyilkosságok, meg bűnök, amiket az emberek nem néznek csak úgy el. Az idősek ellen való gyilkosságok és a gyerekek ellen való gyilkosságok. Mi ezeket nem tűrjük el, nem nézzük el. A 3. versben azt mondja Isten Saulnak, most azért menj és verd meg Ameleket. Most azért menj el, és verd meg Ameleket, és pusztítsátok el mindenét. Szóval, és pusztítsátok el mindenét. Azt mondja, hogy mindenét. Abban az esetben, hogyha Sámuel nem tudta, hogy mit jelent minden, akkor a Biblia folytatja is azt mondja, hogy öld meg, ne kedvezz, öld meg mind a férfit, mind az asszonyt, mind a gyermeket, és mind a csecsemőt. Barátaim, elfogadhatjuk azt, hogy Isten megöl embereket és asszonyokat. De miért a gyermekeket és a csecsemőket? És a gyermekek azok nem csecsemők. Nem ugyanaz, mint a csecsemők. Tudjátok, miért mondta Isten, hogy őket is meg kell ölni? Mert amálekiták voltak. Mert ők egy olyan faj voltak, akik megszállott faj voltak. Ezekiel 16:44-ben azt mondja, hogy ahogy az anya, olyan a fiú is. Most az Új Testamentumba megyek, Márk 9. fejezetének 20. versében egy fiatal ember meg van szállva egy démon által, és hogy Jézushoz hozzák, és nézzetek meg, mit mond Jézus. És őt Jézushoz hozták, és mikor Jézus meglátta őt,
meg... abban a pillanatban a démon megrázta. Szóval démonról van szó. És a gyermek a földre esett, és reszketni kezdett, és habzott a szája. A második, a 21. vers, és Jézus megkérdezte az ő apját, hogy mennyi ideje történik ez neki. És ő azt mondta, hogy gyermekségétől fogva. Gyermekségétől fogva meg volt szállva egy démontól. Démonok bemehetnek már a születéssel kezdődően. A 372. oldalán a nagy orvosláb nyomán, hogyha gyermeknek megengedik már születésekor, hogy szóval a gyermek kapja az ő anyjának a tulajdonságait. És ezt a Biblia mondja. A második mód, ahogyan az emberek megszállottak legyenek, az azért hogy pénzt, gazdagságot gyűjtsenek, vagy természetfeletti erőket, befogadnak démonokat. A Máté 4.9-ben Sátán Jézusnak felajánlja a gazdagságot és a hatalmat. És ezt mondja, mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Azt ígérte Jézusnak, hogy gazdaggá teszi, és biztonságba helyezi, hogyha őt imádja. A nagy küzdelem 516. oldalán azt mondja Vájt testvérnő, hogy a természetfeletti erők megkapásáért sokan befogadták örömmel a sátáni befolyást. Mit jelent természetfelettinek lenni? Hogyha én most kezdenék felszállni a szószékról, akkor ez természetfeletti lenne, mert a gravitáció törvénye engem lent tart. Vannak bizonyos dolgok, amiket természetesen mi nem tudunk megcselekedni, mert le vagyunk limitálva. De hogyha egy démon megszáll, azért, mert ők természetfelettiek, ők természetfeletti erőt adhatnak. A Webster szótárában a természetfölötti szó így van elemezve, hogy a természetestől való eltávolodás a természet törvénye felé való emelkedés. Sok énekes sátánnal szövetségre lépett. Bob Marleynak volt egy démonja, Michael Jacksonnek volt egy démonja, és nagy része ezeknek a művészeknek rendelkezik egy démonnal, ők gazdagok. Beyoncé-nek is van egy démonja. Azt mondja, hogy sokszor
két személyiséggel rendelkezik. Az egyik Beyoncé, és a másik az Sasha Farage. És amikor felmegy a színpadra, akkor a sötét oldal jön elő. Láthatjuk ezt a sportokban. Leon Messi, nagyon jó futballista, nagyon sok talentummal rendelkezik. Megkérdezem, hogy hogyan jutott ilyen magas szintre. Sokan azt mondják, hogy a sok munka által, de Messi elmegy Matagoriba, és ott imádkozik. Ezen a helyen Mária megjelent három gyereknek. Nézzétek meg a Google-be. Keressétek meg ezt a szavat. Nem azt akarom mondani, hogy mindenki egy megszállott, aki sporttal foglalkozik, de sokan azért, hogy természetfeletti erővel rendelkezzenek, azt hiszem, hogy sokan megegyeznek sátánnal azért, hogy sebességet nyerjenek, hogy talentumjuk legyen, hogy ők átlépjenek a természetes vonalon, olyan dolgokat cselekedhetnek, amit az emberi egészség képtelen megcselekedni. Azt szeretném mondani, hogy mindnyájan, akik szaladnak, nem mindnyájan azok közül rendelkeznek démonnal, de egy néhányan igen. Nick Faldena, családjának van egy régi története van a cirkuszban. Ez az ember keresztül ment a Grand Canyonon egy kötelen, egy kifeszített kötelen, hogy és semmi nem tartotta fenn őt. Ez természetes? Próbál meg te ezt. És Seulban fogjátok végezni a temetőbe. Ennek az embernek a családja a cirkuszban volt, a cirkusz üzletében volt generációkon keresztül, és a cirkusz szorosan kötődik a démonokhoz. Tudjátok milyen hosszú a Grand Canyon, és a szél fújt. 1400 lépés magasban, ami volt, az egy bot. Egy pálca. Ez nem természetes. Ez természet feletti. Azt hiszem, hogy itt valami démoni cselekedet van. Simon Magus, az apostolok cselekedetében befogadja a démonokat, mert nagy hatalmat akart, és pénzt kellett neki. Ez a Bibliában van. Írjátok le a Biblia verset. Elimás, a varázsló, az apostolok cselekedetének 13. fejezetében, a 6. és 6-tól 12. versig. Itt ugyanaz a dolog történik, a gazdagságért és a hírnévért befogadott démonokat. Ott van Damsel az apostolok cselekedetének 16. fejezetében, a 16. verstől. A Biblia azt mondja,
hogy kitalálás lelke volt benne, és ezért sok pénzt nyert. És ezért sokan gazdagok lesznek, azért, hogy híresek legyenek és gazdagok, beengedik a démonokat. A harmadik útja a démonok a bűn és a indulgencia. You've got to be careful where you go. What movies you watch? A bűn és a szórakozás által bejöhetnek. Kell vigyázni, hogy milyen zenét és milyen filmeket nézünk. Egy történetet szeretnék elmondani. Én jobban tudtam. És elmentem egyszer egy üzletbe. Egy olyan üzlet, amelynek az a neve, hogy Best Buy Amerikában. És ahogy mentem az üzletben, megláttam egy filmet. És adventista voltam. Egy lelkész. Jobban tudtam. Megláttam a filmet, és azt mondtam magamnak. Ez úgy néz ki, hogy ez történelmi film. Hát lehet valamit tanulhatok belőle. A Gladiátor volt a filmnek a neve. Hazavittem a filmet. Az én feleségem elment és lefeküdt. Én betettem a DVD lejátszóba, és neki kezdtem nézni a filmet. És van egy részlet a filmben, amikor a feleség a hősnek meghal, és a gyermek is meghal. És ők visszajönnek az élethez, és ők hívják, hogy jöjjön. És ez a spiritizmus. És lezártam. És elmentem, és lefeküdtem. 2 órával azután éreztem valamit, hogy oda szorít az ágyhoz, és megfogta a nyelvemet. Nem tudtam beszélni. Az én feleségem mellettem volt. Aludt. És mondtam, szívem, de nem hallott. És azt mondtam, hogy Uram, meg fogok halni. És azt mondtam, Jézus, segíts! És egyből leszökött rólam, abban a pillanatban. Letérdeltem, és neki fogtam imádkozni. És a Szentlélek azt mondta, nem az imádkozás ideje van. Vedd azt a DVD-t, és dobd ki a te házadból. A Biblia azt mondja, hogy tisztátalanságot ne hozz a te házadba. Kinyitottam az ajtót, és a démonok bejöttek. És sokszor, ahova megyünk, amit csinálunk, ezáltal meghívhatunk démonokat a mi életünkbe. Írjátok le ezt a Biblia verset Lukács 4. fejezetének 31. fejezetében. Jézus elmegy a zsinagógába, és neki fog prédikálni. És az ő prédikációnak közepén egy fiatal ember, aki hátul ült, felállt, és azt mondta, azt kiáltotta, hagyj minket békén. Meg volt szállva egy démontól. És Jézus kiűzte belőle a démont. És White testvérnő elmondja nekünk, hogy hogyan jutott ő megszállottá, hogyan került megszállottá. A Jézus életének 255. oldalán, a második
bekezdésnél sok van, és nem fogom egészen elolvasni, de White testvérnő ezt mondja. Az ő megszállottsága, az ő problémának titka az övé volt, a bűnnel szórakozott. Azt hitte, azt gondolta, hogy az ő ideje a szórakozással eltelhet, de ezáltal a sátán területére került, és sátán ezáltal teljes hatalmat átvette a hatalmat fölötte. Vigyázzatok, fiatalok, hogy hova mentek, és vannak bizonyos helyek, ahova nem is kellene menjetek. Vágyászkönnő folytatja is azt mondja, hogy sátán mindent elfoglalt benne. Most mit jelent ez a megszállottság? Hogyan lehet ezt megérteni? Máté 4.24-ben azt... Máté 4.24-ben azt mondja, hogy Jézus ment és meggyógyította azokat, akik megszállottak voltak. Szóval vannak olyanok, ez létezik, ez a megszállottság, de mi ez? A személy elveszítette az ő saját akaratát a sátán befolyása alatt az élet bizonyos részeiben. Ez nem azt jelenti, hogy a személy már személynek már nincsenek lelki értékei. Szóval a megszállottság az, hogy sátán vezeti az akaratot. Szóval az élet sok részében nem segíthetsz magadon. Van egy munkád, szépen öltözöl, egy kosztümöt veszel magadra, póló szemüveget hordasz, vezetsz egy jó autót, de az életed egy részén nem tudsz segíteni magadon. És azt találod, hogy folyton ugyanazt cselekszed. Jézus élete 38. oldalán. Jézus azért jött, hogy kiűzze azokat a démonokat, amelyek az akaratot vezérelték. Szóval a megszállottság az sátáni vezérlést jelent. Az akarat vezérlése. A nagyobros lábnyomán 92. oldalán azt írja, hogy sokan játszódnak a rosszal, és azt hiszik, hogy bármikor el tudnak ettől szakadni. De ez a személy addig van lefele húzva, ameddig egy sokkal erősebb akarat vezeti, mint az ő saját akarata. És ez az erő alól képtelen szabadulni. A titokzatos bűn fogságban tartja, és csak egy dolog segíthet ezen az emberen,
az Jézushoz való ima, ezért a bűnösért. Láttam egy fiatal embert az úton, aki szennyes ruhában volt, és tudtam, hogy ő démon megszállottságban volt, és akárhányszor a megszállottságra gondoltam, mindig ez ennek az embernek a képe jött vissza. De vannak itt különlegességek is, olyan, hogy megszállott lehetsz, de jó munkád lehetsz, doktor lehetsz, gazdag lehetsz, egy jó autód lehet, még egy ország vezére is lehetsz. Írjuk le a Nagy Küzdelem 516. oldalán, ezt mondja White testvérnő. Akik megvannak ördögöktől szállva, általában úgy vannak elképzelve, mint akik szenvednek, és habzik a szájuk, de vannak olyanok, akik nem erre hasonlítanak. Akarok négy példát hozni a Bibliából erre. Mind a négyen egy démontól voltak megszállva. De mások voltak a megjelenéseik. Mert vannak különbségek. Az egyik Mária Magdaléna. Lukács evangéliumának 7. fejezetében található meg. 36-tól 37-ig. És a 8. fejezet 2. versében. Mária meg volt szállva egy démontól. Aztán ott van Júdás, Iskariotes Júdás. Ő is meg volt szállva egy démontól. János evangéliumának 6. fejezetében, 70-től 71-ig, és Lukács 9. fejezetében. Aztán volt egy fiú, aki süket némán volt, született, és vakon, Márk 9. fejezetében. És aztán ott van a gadaréni megszállott, Márk 5. fejezetében. Mindnyájuknak egy dolog van, mindnyájan egy dologban közösek, hogy megszállottak voltak, de különleges megnyilvánulásokban. Gyorsan fussunk át, nem fogok mindent elolvasni. Mária Magdaléna, a 37. versben, és íme egy városban egy asszony, ami azt jelenti, hogy parázna asszony volt. Elmondok nektek egy dolgot ma, hogy azok, akik paráznaságban vannak benne, pornográfiában, maszturbálásban, szexuális perverzióban, démoni megszállás alatt vannak. Az a része az életüknek, ezen nincs kontrolljak. A Biblia azt mondja, hogy egy asszony, Mária Magdaléna, akiből hét démon ment ki. Szóval Mária meg volt szállva a szexualitás, tisztátalan a szexualitás démonjától. De egészséges volt, normális volt, és tudta számolni a pénzt. Volt egy... Szóval nem mindenki, aki megszállott, az bolond.
Nézzük meg Judást. A testvérnő azt mondja, hogy nagyon okos volt. Iskáriótból volt, és Iskáriót az egy város. Mindennel meg volt kenve, és amúgy ő volt épp a kincstáros, pénztáros. És Jézus azt mondta neki, hogy én nem választottalak téged. Mi van, hogyha közületek egy ördög, közületek egy meg van szállva? Judás volt az. Judás volt megszállva. És nézzétek meg, mi történik most. És Judásban nem voltak ilyen látható megnyilvánulások, de ő meg volt szállva. Szóval lehet, hogy van egy démonod, és nincs semmi külső megnyilvánulása. A vakon, süketen és némán született fiatalnál is. Mi voltak a megnyilvánulások? Habzott a szája, leesett a földre. Szóval az ő megnyilvánulása az volt, hogy habzott a szája. És itt van az utolsó, a gadaréni megszállott, aki csóré volt, természetfeletti ereje volt, és össze-vissza vágta magát. Mit szeretnék mondani? Mindnyájan meg voltak szállva, de a megnyilvánulások mind különböztek. Judás el tudta rejteni a megnyilvánulásokat, de ez a fiú nem tudta. Mária meg volt szállva, de nem volt bucér, nem habzott a szája, és sem Judás, úgyhogy a megnyilvánosok különbözhetnek. Kérdés. Befejezés előtt nézzünk meg valami jeleket, vagy megnyilvánulásokat a megszállottságnak. Kérlek, jegyezzétek le, azt mondja White testvérnő, hogyha megengedett, akkor, hogyha nekik meg van engedve, akkor elveszik a mi figyelmünket. Kínozhatnak, elpusztíthatják a mi javainkat és a mi életünket. A Nagy Küzdelem 517. oldalán találjuk a következőket. Nézzünk ilyen orvosi megnyilvánulásokat is. Azt mondja a nagy orvos lábnyomámban, hogyha beteg vagy, akkor keresztény orvosokhoz kellene menj, akik egyesíteni tudják a gyógymódot az imával. Na most nagyon sok orvos van, akik nem hisznek a démonokban. És ezért elveszítik a küzdelmet. Ez egy könyv Amerikában. A DSM-5-nek hívják ezt a könyvet. Amikor a mesterimet készítettem, amikor ezért tanultam, meg kellett vegyem ezt a könyvet. Ez a könyv minden mentális betegséget leír. De van egyetlen egy diagnózis, amit nem fogunk megtalálni ebbe a könyvben, és ez a démoni megszállottság. Melyek lehetnek más jelek, amelyeket a Biblia bemutat, mint démoni megszállottság? A némaság. Vannak emberek, akik némán születnek,
vagy vannak, akik némák. Nem egy születési gond, hiba miatt, hanem azért, mert megszállottak. A démonok visszatarthatják a beszéd. Olvassuk el Máté 9. fejezetének 32. fejezetéből. Szóval itt ez az ember néma volt, és a Biblia azt mondja, hogy amikor a démonok ellettek űzve, akkor a néma ember neki kezdett beszélni. Szeretnék mondani egy történetet. Bermundában dolgoztam, én is a feleségem, mint tanár, egy adventista akadémián. És egyszer, ameddig egy nap, amikor ebédeltünk minden tanárral együtt, egy a mi kollégáink közül egy adventista hölgy, nagyon szép, nagyon tanult, csak úgy egyből leesett, és úgy egyből megijedtem, és aztán fel is ébredt. Azt mondtam magamnak, itt valami démoni munkáról van szó. És elmentem az imaházba, az imaórára, és azt mondta nekem, hogy Knott, lelkész úr, szükségem van a te segítségedre. Azt hiszem, van egy démonom. Azt mondtam, hogy kedves testvérnőm, én azt hiszem, hogy neked sok démonod van. És megkért, hogy távolítsam el belőle. És én azt mondtam, hogy csak Jézus tudja. Ez egy kedden volt. Azt mondtam, hogy engedj, várj péntegig, és beszélek egy másik gyülekezet vezetővel, és a te házadhoz jövünk. Szerda reggel kaptam egy üzenetet, kora reggel, és azt írja az üzenetben, hogy a démon az én nyelvemet vezéreli. Nem tudok beszélni. Kérlek, gyere és segíts. Felhívta az én barátomat. Szükségem van a te segítségedre. Felhívtam az amerikai, még egy amerikai barátomat, de ő épp telefonon beszélgetett. Elmentünk az ő házához, de nem találtuk ennek a nőnek a házát, mert nem tudott beszélni. Szóval elértünk oda valahogy, aztán kijött az asszony, és mutatta, hogy nem tud beszélni. Most 2 nappal azelőtt ő tudott beszélni. Bevittük az ő szobájába, vettük az énekeskönyvet, és imádkoztunk. Azt mondtam, hogy énekeljünk egy éneket. Szabad akarsz lenni a te bűnöd súlyától, mert erő van a vérben. És egyből egy visítást hallottam, és elengedte a démon az ő nyelvét. És akkor vette az ő saját kezei, szorították a saját nyakát, és egy hang jött ki, és azt mondta, hogy ne mondd azt a nemet. Megpróbáltuk, hogy fogjuk az ő kezeit, de csak úgy egyszerűen félredobott bennünket.
valahogy aztán imádkoztunk és beszélgettünk, és azt mondtam a démonnak, a Jézus Krisztus nevében, mi a te neved? És mi a te szolgálatod? És rám nézett, pirosak voltak az ő szemei, és egy hang jött ki. Én vagyok a szex démonja. És azt mondtam a Jézus nevében, hogyan mentél bele ebbe az asszonyba. És a démon kacagni kezdett. És azt mondta, minden, amit ez az asszony néz, az a szappanoperák. És akkor azt mondtam a démonnak, a Jézus nevében el kell távozz ebből az asszonyból. És akkor azt mondta, hogy ne sürgess bennünket, mi elmegyünk. És akkor a démon vette az asszony ujját, és megszúrta az én mellemet, és azt mondta, hogy Kartonnot, és szólította nevemen, és azt mondta, hogy tudjuk, ki vagy. Mi elmegyünk. De mondd meg neki, hogyha nézi ezeket a filmeket, akkor mi visszatérünk. És akkor leesett ennek a feje az asszonynak. És eltávoztak a démonok. Egy hét múlva egy másik gyülekezetben voltam, és tartottam találkozókat. Általában lezárom a telefonomat, mikor bemegyek az imaházba, de telefon neki kezdett rezegni. Néztem az üzeneteket, és egy lelkész volt, és azt hitt, hogy Knott testvér, szükségünk van a te segítségedre. Visszajöttek. És ez igaz. A Márk 9. fejezetében a Biblia azt mondja, hogy az én fiamnak a némaság lelke van. Nagyon sok ember van Romániában, akik nem tudnak beszélni. Nem azért, mert némán születtek, hanem azért, mert egy démon visszatartja a beszélés idegét. Egy másik példa. Beszédhibák. Tudjátok, mik ezek? A makogás, vagy az ilyen... A makogás. Nem azt mondom, hogy mindenkinek, mindenki, aki makog, az démoni megszállottsága alatt van. De van egy bibliai példa erre. Írjátok le a verset, Márk 9. fejezetének 17. versétől a 26-ig, és itt azt mondja a Biblia, hogy hozzáhoztak valakit, aki süket volt, és beszéd problémái voltak. Szóval tudott beszélni, de makogott. És a Biblia azt mondja, és Jézus megérintette az ő nyelvét, és tudott beszélni. Még egy példa. Süketség. Sokan nem hallanak ma, mert egy démon megszállotta. A halló ideget
zavarja a démon. Márk 9:25-ben azt mondja a Biblia, hogy Jézus, amikor meglátta az embereket, hogy összegyülekeznek, megszítta a rossz lelket, azt mondan neki, hogy te süketném a lélek, menj ki belőle, és akkor tudod hallani. Ma nagyon sok ember nem hall. Nem azért, mert meghibásodott a hallóideg, hanem lehet, hogy azért, mert démoni megszállottság alatt vannak. Még egy jele, a paralizálás. Mit jelent ez? Így van magyarázva, hogy a mozgás hiánya a test bizonyos részeiben. Mozgásképtelenség. Démonok cselekedhetnek ilyesmit. Az apostolok cselekedetének 8. fejezetében Pál prédikál, és a Biblia azt mondja, hogy tisztátalan lelkek hangos szóval kiáltva kimentek azokból, akik meg voltak szállva, és sokan paralizálva voltak, de ezek meggyógyultak. Sánták és paralizáltak, meggyógyultak. Bizonyos mozgások a démonoktól jöhetnek, vagy deformálódás lehet démonoktól. Sok ember deformációban szenved, vagy a kezen, vagy a lábon, nem születés miatt, hanem démoni megszállottság miatt. A Biblia azt mondja az apostolok cselekedeteinek 8. fejezetében, hogy a tisztátalan lelkek hangosan kiáltva kimentek sokakból, akik megszállottak voltak, és sok gutta ütött, és sánta pedig meggyógyul a de megfigyelhetjük, hogy démonok megszállottsága miatt volt ez. Lukács 13. fejezetében azt láthatjuk, hogy volt egy asszony, aki meg volt szállva egy akiben betegségnek lelke vala is görbe volt. Szóval a démonok görbeséget okozhatnak. Lukács evangéliumában azt mondja, hogy ez az asszony meg volt görbülve, és mikor Jézus meglátta, megszabadította ettől a puposságtól. És a 16. versben azt mondja, hogy akit sátán megkötözött, aki Ábrahám leánya vala 18 éve. Szóval 18 éven keresztül görbe volt, pupos, nem születés miatt, hanem egy démon miatt. Nem kellett volna őt megszabadítani. Láthatunk ma is sokakat. Van itt egy kép, amire
nem mondhatjuk, hogy születés miatt van. Emberek, akik puposak, pupos emberek, akiknek szükségük van megszabadításra. És az egyedüli embercsoport, akinek ismerete van ezekkel kapcsolatosan, az adventisták kellene, hogy legyenek. A nyugtalanság lehet a démoni megszállottságtól. Írjátok le ezeket a verseket. Máté 15, 21, 22 és 1. Sámuel 16. 1. Sámuel 16, 14, 15. 16. fejezet 14. és 15. verse. A Biblia azt mondja Máténál, hogy volt egy asszony, aki azt mondta, hogy ó, Dávidnak fia, az én fiam, Uram, Dávidnak fia, könyörül rajtam az én leányomnak, leányom az ördögtől gonoszul gyötörteti. A görögről fordítva, ez a szó nyugtalanságot jelent. Vagy epilepsziai támadások, vagy ilyen, például ilyen epilepszi, vagy elmei támadások, amelyek fizikailag láthatók. Na most nem akarunk extrémekbe menni, hanem tisztán kell lássunk. Nem azt akarom mondani, hogy mindenki, akinek ilyen megnyilvánulásai vannak, sátántól származik, hanem azt akarom mondani, hogy néhány esetben az lehet, sátáni megszállás lehet. Mik ezek a támadások? Reszketés. Mondjátok meg, hogyha ez egy támadás leírása, vagy nem. Márk 9. fejezetének 17. versétől a 20-ig. A néma lélek. És ahol csak előfogja, szaggatja őt, ő pedig tajtékot túr, és fogát csikorgatja, és elfonnyad. Ezt hívjuk ilyen támadásoknak. Egy démon okozhatja ezeket. És Jézus meggyógyította azt az embert. És ugyanezt a dolgot láthatjuk ma is a gyülekezetekben. Az a modern, a neopentikosztális mozgalmakban. Ezek démoni megszállottságok. Amikor a Szentlélek megszáll, nem ver földhöz, nem csinál kacagást belőled. Láttam bizonyos helyzeteket, amikor az emberek a földre estek, és neki kezdtek ott reszketni, remegni, gyülekezetekben, és le kellett takarják őket, hogy ne láttassék az ő csóréságok. Ez nem a Szent Lélek. Egy másik lélek. Hazugság. Van egy néhány ember, akik csak hazudnak. Sokan hazudnak azért, mert olyan helyzetbe kerülnek. De vannak olyanok, akik csak úgy egyszerűen hazudnak, ahogy a víz folyik. Tudjátok ezt, hogy hívják az orvosi megnevezésben?
logikán hazugok. És ezektől bármit kérdez, mindig hazudnak. Ez is démoni megszállottság. Kettő krónikában szó van egy hazugság lelkéről. Az apostolok cselekedeteinek 5. fejezetében. Ugyanerről a lélekről van szó, aki Ananiást és Safirát szállotta meg, és Péter azt mondta, hogy Ananiás, miért töltötte meg Sátánt a szívedet hazugsággal? És meghaltak. Az alkohol. Az alkohol. Az angolban hasonlít a lelkekhez maga a szó. A Nagyorvos lábnyomán című könyv a 172. oldalán azt mondja, hogy ezek az emberek, akik az alkohollal küzdenek, egy démon ereje alatt vannak. Vagy a szexuális perverzió, a homoszexualitás, egy démoni megszállottság. És megmutatom nektek. A nagy küzdelem 30. Jézus életében, mielőtt Jézus a földre jött volna, a Vájtestvérnő azt írja a 36. oldalon, hogy sátáni lelkek embereket megszállottak, az ő testüket, amely az Isten lakásának volt teremtve, démonok otthonává változtatták. Az érzékek, az idegek, a kívánságok, ahol a férfi szervek természetfeletti erőktől voltak irányítva. A legmélyebb cselekedetekbe vitték az embereket. Ez az ember 7 millió dollárt nyer egy évben. Anderson Coopernek hívják. A Vanderbilt családból. De nem habzik a szája, tisztán gondolkozik, szép kosztümbe öltözködik, egy szép autót vezet, és egy értelmes beszélgetést lehet vele lefolytatni, de meg van szállva egy démontól. Milyen az életének milyen részén? A szexuális részén. Ezt a részét nem tudja már kontrollálni. Neki szüksége van szabadulásra. Don Lemon a CNN-nél dolgozik. Ő homoszexuális. Szép fehér fogai vannak. Én is szeretném, hogy ilyen fogaim legyenek. Szép kosztümbe öltözik. Szépen nem van vágva a haja. Nagyon értelmes. $6 millió nyer egy évbe. De ő homoszexuális. Ő elveszítette a kontrollját a szexuális téren. Még egy példa, és befejezem. Nem tudjuk elolvasni az egész leírást. Menjetek haza és olvassátok el. Egy kritikus vizsgálatot fogunk
meg áttekinteni a következő ember életében. És ez lesz az utolsó része a mi szemináriumunknak. Jézus Genezáretbe érkezik, és egy ember feléje szalad. Gadaréba. A második vers azt mondja, hogy ebben az emberben tisztátalan lélek volt. És tudjuk, hogy akkor egy démontól volt megszállva. A Biblia azt mondja, hogy sírboltokban lakott. Senki nem tudta megkötni lánccal, hanem ha megkötötték, széttépte a láncokat. Éjjel és nappal a hegyekben volt. És kiáltozva magát kövekkel vagdosva. De amikor meglátta Jézust, neki szolgált. A Biblia azt mondja, a harmadik versben azt mondja, hogy az, aki a sírboltokban lakott, ez azt jelenti, hogy ez az ember nem a családjával lakott, elfutott a családjától. Mi őt úgy hívjuk, hogy eltávolított volt. Ez egy visszavonulást jelentett. Van egy jó barátom és az ő felesége minden hónapban, minden második hónapban eltűnik. Hova megy? Csak egyszerűen el kell menjen. Nagyon sok gyermek elszalad otthonról, és bizonyos helyzetekben démoni megszállásról beszélhetünk. A Biblia azt mondja a negyedik versben, hogy senki nem tudta őt megkötni. Nagyon veszélyes volt. És a viselkedése, nem tudta a viselkedését kontrollálni. Nagyon gyorsan mérges lett. Éjjel-nappal a hegyek között. Még aludni se tudott. Tudjátok, hogy ezt hogy hívják a... orvosi megnevezéssel? Álmatlanság. Ez azt jelenti, hogy nem tudsz aludni. Most már nem azt akarom mondani, hogy mindenki, aki nem tud aludni, az egy megszállott. Soha nem mondanám ezt. De bizonyos esetekben démoni megszállásról van szó. De ő mindig sírt. Ez azt jelenti, hogy nagy lelki szenvedésben volt. Lelki nyugtalanságban. Ez depresszióra utal. Még egy. Vágdossá magát kövekkel. Nem egy köven. Nem egy köven vágta magát, hanem vett egy követ, és azzal vágta össze magát. Ez önkínzást jelent. Ezek a tetkó, az önkínzás, meg
elváltoztatást jelent. Most már nem azt mondom, hogy mindenki, aki ezt, akinek tetkója van, az megszállott, mert nekem is van, de nem vagyok megszállott. De amikor egy embernek az egész arca, meg az egész teste meg van, össze van tetoválva, az nem normális. És ez az ember pucér volt, nem volt ruhája. Most is vannak emberek, akik ruha nélkül sétálgatnak. Ez a sátáni lelkek munkája. De Jézus visszahozta az ő, helyrehozta az ő elméjét. Na most biztonságos-e kereszténynek az, hogy ameddig titokzatos bűnöket követ el, démonokat üzzön ki? Legalábbis, hogy megpróbálja a démonokat kiűzni. Az apostolok cselekedetében van egy történet a 19. fejezetben. Pál apostol meggyógyított embereket, és tisztátalan lelkek mentek ki belőle, de voltak valami férfiak, Skévának fiai, akiknek az apjuk főpap volt, és megpróbálták ők is a gonosz lelkeket kiűzni, de azért, mert ők bűnben éltek, a gonosz lelkek azt mondták nekiük. Na most jusson eszünkbe, hogy a tisztátalan lelkek elesett angyalok, és nagyon okosak. Tudnak beszélgetni veled. És a gonosz lelkek azt válaszolták, hogy Jézust én ismerem, Pétert is, Pált is ismerem, de ki vagytok ti? Más szavakkal azt mondták, hogy én tudom, hogy ti mit csináltok a sötétben. Nektek itt nincs erőtök. És a Biblia azt mondja, hogy ezek a lelkek rájuk ugrottak, megverték őket, és ruha nélkül hagyták őket. Engedjetek meg, hogy adjak nektek egy tanácsot. Hogyha tudod, hogy a te életed nincs rendben, maradj nagyon távol a lélek a tisztátalan lelkek elűzésétől. No, most már miután egy személy el van hagyatva, egy személyt elhagy a gonosz lélek, újból lehet, visszajöhet-e a lélek? A Lukács evangéliumának 14. fejezetében, a 24. verstől kezdődően, akkor, amikor egy tisztátalan lélek kimegy az emberből, akkor az ember tiszta. De a lélek visszatér, és 7-szer annyit hoz vissza magával, úgyhogy újra megszállott lehetsz. Egy ok, amiért el kell hagyjuk Babilont, az a második angyal üzenete az az, hogy az azért van, mert Babilon teljességben meg van szállva démonoktól. Tudjátok, én mit tanultam? Egy dolog egy adventistát kihozni Babilonból, de egészen más dolog Babilont kivenni belőlük. Ezért látjuk a babiloni öltözetet.
és a babiloni táplálkozást, a babiloni Isten tiszteletet, prédikációkat, a babiloni szórakozásokat, vagy felüdüléseket. Addig, ameddig hozzá vagy kötődve Babilonhoz, addig megnyitod magadat, megnyitod a te szívedet, hogy gonosz lelkek szálljanak meg. Amikor az én fiam született, amikor kijött az ő édesanyjából. Most ez nem az én kisfiam. Ez egy kép a Google-ről. Még mindig összeköttetve volt az ő édesanyjával. A doktor azt mondta, hogy nagy testvér, válaszd el a gyermeket az ő anyjától. És adott egy ollót, egy bizonyos ollót, és féltem. Nem fogod, és azt mondta az orvos, hogy nem fogod meg. Nem fogod megbántani a gyereket, hanem vágd el, távolítsd el a gyermeket az anyjától. Mi saját magunkat el kell távolítsuk Babilontól. El kell vágjunk mindent, abszolút mindent, ami Babilonhoz köt bennünket. Mert ha Babilonhoz vagyunk kötve, akkor megnyitjuk magunkat, hogy démonok szálljanak meg. Vannak bizonyos környezetek, ahol démonok, ahol élhetnek a démonok. Az az egyik ok, amiért a démonok élhetnek Babilonba, azért, mert a babiloni rendszer az ember hatalmára alapszik, az ember szavára, az ember cselekedeteire, az ember törvényeire, az emberek hagyományaira. De amikor kijössz Babilonból, démonok nem élhetnek Isten rendszerébe, mert az Isten által felállított rendszer az Isten hatalmára van, alapszik, az ő szavára alapszik, az Isten szeretetére alapszik, az ő törvényére, és az Isten tanításaira. Nem lehet démoni megszállott, hogyha Isten rendszerének részese vagy, hogyha ebben a rendszerben élsz. Isten segítsen bennünket, hogy kijöjjünk Babilonból, és távol maradj, tartsuk magunkat Babilontól. Köszönöm szépen. Boruljunk le, amíg imádkozunk. Imádkozzunk leborulva. Mennyei jó atyánk! Ezen a nagyon sok dolgot hallottunk ezen délutánon. Most megkérdezzük magunkat. Nem az a gond, hogy mi nyugodtak voltunk a sátáni megszállottsággal a mi életünkben. Megtörténhetik, hogy azért ebben a pillanatban a filmek és az örömök miatt, amelyeket megengedtünk, megnyitottuk a mi szívünket démonoknak, hogy megszálljanak. Megtörténhetik, hogy nagyon sok dolog, ami életünkben történik, az démoni megszállottság miatt van.
megtörténhetik, hogy a makacság, ami a gyermekeinkben van, az démoni megszállottság miatt van. Urunk, te jobban tudod. Megtörténhetik, hogy a depresszió, vagy az a táv magunk, a félreszorulás, az eltávolodás a démoni megszállottság miatt van a mi életeinkben. Urunk, minden egyes helyzetet, amelyet eléd hoztunk, mint gyülekezet, mint egyház. Kérünk, kegyelmezz nekünk, Urunk. Ne engedd, Urunk, hogy szórakozzunk, hogy játszódjunk sátánnal. Add, Urunk, hogy elvágjunk minden összekötetést sátánnal. Taníts meg bennünket helyesen beszélni, helyesen táplálkozni és helyesen öltözködni. Add, Urunk, hogy prédikáljunk helyesen, hogy helyesen tanítsunk és helyesen énekeljünk. Légy velünk, ha ameddig most ebédelünk. Légy velünk egy, ami felüdülésünkön. Add, Urunk, hogy lássuk a menny dicsőségét a természetben. A természetben, amelyet meg fogunk látogatni. Köszönjük, Urunk! Tisztíts meg bennünket minden démoni megszállottságtól. És hogyha van valaki, aki démoni megszállottság alatt van, ne engedd, Uram, hogy hazamenjen ugyanabban az állapotban ebből a táborból. Köszönjük, Urunk, hogy te meghallgatod a mi imáinkat. A te kezeidbe helyezzük az egész tábort. Az Úr Jézus szent nevében imádkoztunk. Kérünk, hozd vissza azokat a dolgokat, amelyeket elloptak, hogyha te akaratod. És add, Urunk, hogy azok a szívek megváltozzanak. Érnyítsd meg, hogy mi fiataljainkat is az Úr Jézus szent nevében imádkoztunk. Amen.